Többször adtunk már hírt a Segíts Velünk Tiszafüred Alapítvány működéséről, jótékonysági akcióiról. Nem meglepetés, hogy ez a szervezet a közelgő ünnepek alkalmából újabb terveket dolgoz ki és valósít meg. Ezekről az ötletekről, akciókról számolt be Somogyi Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A Segíts Velünk Tiszafüred Alapítvány kuratóriumi elnökét, Somogyi Sándort köszöntöm a Phoenix Televízió nevében, és abból az apropóból kerestük meg, hogy látjuk, hogy itt serénykednek a kuratóriumi tagok, és díszeket készítenek. Hova készülnek ezek a díszek, és milyen formában lehet hozzájuk jutni? Az alapítványunk igyekszik mindent megragadni, amivel kicsit bővíteni tudjuk egyrészt tevékenységünket, másrészt pedig a bevételi forrásainkat, és szeretnénk minél több embernek segíteni. És ezért kitaláltuk, hogy karácsonyra, illetve adventre különböző asztali díszeket készítsünk, aminek alapját egyrészt már adományból tudtuk beszerezni, másrészt pedig ugye bevételi forrásainkból egészítettük ki, és ezeket folyamatosan egyrészt meg lehet vásárolni egyik közösségi oldal a Facebookon keresztül, illetve azon vannak reklámozva, illetve a jövő heti süteményvásárunkra is ki fogjuk ezeket vinni, illetve tervezzük, hogy amennyiben az időjárás lehetővé teszi, akkor a adventi vásár alkalmával is ezeket bemutatjuk, illetve lehet vásárolni belőle. Ha jól tudom, ez a süteményvásár, ez valakinek a javára fordítódik meg, illetve az ebből befolyó összeg. Így van, nem az első süteményvásárunk ez, bár mint alapítvány így az első, de már eddig is kétszer rendeztünk beteg gyerekek javára. Most Ádinnak a gyógyulásához szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy ezen a héten szombaton 8 órától kint leszünk a Tesco-ba. Az áruház egy nagyon jó partnerünk, rendszeresen tartunk nála különböző akciókat, és az ezen a napon befolyt süteményekből képződő bevételt fogjuk neki elutalni, illetve ezen a napon ugye a mi asztali díszeinket is meg lehet vásárolni. Ha már a Tesco-nál járunk, a Tesco-val kapcsolatban azért gondolom mindig vannak úgynevezett havi propagandáitok, amivel szintén gyűjtötök. Ebben a hónapban volt ilyen akció? Igen, pont az elmúlt szombaton voltunk kint, és egy nagyon szép adománycsomagot tudtunk összegyűjteni, és ezzel is hozzájárulva azzal, hogy egyrészt a novemberi csomagjaink el tudjanak készülni, másrészt pedig készülünk arra, hogy decemberben karácsonyra egy nagyobb darabszámú ilyen kis élelmiszer, tartós élelmiszercsomagot el tudjunk juttatni minél több helyre. Tiszafüredért van ez az alapítvány, tiszafüredi lakosok kapják ezeket a csomagokat? Igen, minden esetben azok a rászorulók, azok, akiknek erre szükség van, ehhez igénybe szoktuk venni egyrészt a családsegítőnek is a támogatását, hogy ők, nekik is széles a látókörük abból, hogy ki mire szorul rá, illetve helyi képviselők is szokták jelezni a körzetükbe, kik azok, akiknek jól lenne, hogy jutatnánk. Azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy a lehetőségeink sokkal szűkösebbek, mint az igények, és ezért nem mindenhova, inkább úgy mondanám, hogy sokkal kevesebb helyre jut, mint ahogy szükség lenne rá. Viszont nagyon jó ez a kezdeményezés olyan szempontból, hogy a Tesco-ban, illetve különböző rendezvényeinken önkénteseket be tudunk vonni. Ugye az iskolákban egyrészt kötelező is valamennyi óraszámot letölteni, de például a Hámorinak a igazgatónője egy nagyon jó partnerünk, ők rendszeresen szervezik az iskolásokat, és megfigyeltük, hogy nekik ez egy jó alkalom, tehát nem csak az, hogy kötelezően eljönnek, hanem jól is érzik ott magukat, és megismerkednek egy olyan közeggel, ami később számukra ez formáló lehet. Néha előfordul, kicsit elkeserednek volt, hogy vigasztalni kellett őket, ezért szeretnék mindenkit megkérni, hogy ha netán összetalálkoznak velük, amikor önkénteskednek, akkor legalább egy mosoly kíséretébe vegyék át azt a szórólapot, ne pedig kicsit bumfordin küldjék el őket, mert ezt ők sokszor személyes kudarcként élik meg. Szociális érzékenység is akkor a célja ennek az alapítványnak is, érzékenyítés. Nem került el a figyelmemet, hogy az a helyiség, ahol most vagyunk, ez ugye a közösségi háznak egy kisebb szobája, ami azt jelenti, hogy ilyen szempontból is nagyon hasznos ez az épület. Igen, nagy örömmel vettük a felhívást, hogy civil szervezetek tevékenységükhöz ezt birtokba vehetik térítésmentesen, úgyhogy rögtön elsőként le is csaptunk erre a lehetőségre, és tényleg nagyon jó ez a környezet, amiben tudunk dolgozni, minden feltétel adott hozzá, hogy ezeket a díszeket el tudjuk készíteni. A díszeket azt önálló gondolatok alapján alkotjátok, esetleg van valami minta, valami séma?
Nem, mindenki olyan díszt készít, amit ő is otthon elfogadna az ő ízlés világa szerint, és igyekszünk minél hatékonyabban dolgozni, minél szebbre elkészíteni, és bízunk benne, hogy gondos gazdákra fog majd találni. Még egyszer tegyük akkor szóvá, illetve beszéljünk arról, hogy kis és nagy vásárt említettél egy beszélgetésünk, illetve az előzetes beszélgetésünk során. Hol vannak ezek a kis és nagy vásárok, és mikor lehet majd, mikor veheti majd birtokba az új tulajdonos ezeket a díszeket? Többször találkoztak már Tiszafüred lakosai a Bán Zsigmond Általános Iskolának a tornacsarnokában megtartott vásárainkkal. Ez is egy széles körű összefogás eredménye. Alapítványunk nagyon jó kapcsolatot ápol különböző nagyobb szervezetekkel, mint a Református Szeretett Szolgálat, a Kelet-Európai Misszió, a Tiszatavi Polgári Kereszténykör, és külföldről származó olyan adományokat szoktunk megkapni, amiket ezeken a vásárokon tudunk átadni. Most ennek kettős haszna van. Egyrészt, ugye mivel jótékonysági vásárról van szó, tényleg úgy mondom, hogy szinte filléres árakon adjuk ezt tovább, tehát aki rászoruló, az is meg tudja ezeket vásárolni, illetve leginkább ugye ők szoktak felkeresni bennünket, viszont ebből a pénzből pedig sok kicsi sokra megy alapon, tudjuk a tevékenységünket még jobban finanszírozni. És akkor ez a bizonyos nagy vásár hol kerül megrendezésre? Tehát ezek általában Bán Zsigmond Református Iskola sportcsarnokába szoktak lenni, illetve ezzel egyetlen egy gond van, hogy mivel rengeteg árut megmozgatunk, rengeteg terméket, ezeket ugye egy nap ki kell pakolnunk, egy nap tart a vásár, egy nap vissza kell pakolnunk, és ez nagyon sok logisztikai erőforrás vesz igénybe, ezért most már úgy néz ki, hogy állandóra meg fogjuk kapni a B-épületnek a régi tanácskozó termét, ahova állandó vásárt tudunk kezdeményezni. Ennek a előfutára a jelenlegi kis vásárunk, ami eddig már háromszor volt nyitva, ez a B-épületnek az ebédlőjébe lett kialakítva, és itt tematikus vásárok vannak, tehát most jelenleg éppen a gyermek és bébi ruhákkal foglalkozunk benne, de amíg nem lesz meg a végleges helyünk, akkor lesznek felnőtt ruházatok, konyhai felszerelések, konyhai ruhaneműk, tehát különböző olyan dolgok, amit mindenki szívesen megvásárol, hogyha elég olcsó megkapják. Most például a gyermekruhákat 50 forintért adjuk darabját, ami tényleg egy szerintem kedvező. Nagyon ragyogó kezdeményezés, és természetesen most az adventi időszak kezdetén pedig ezeket a kis díszeket elnézve, és a szorgos kezeknek a munkáját elnézve, ezek gyönyörű kis adományok, gyönyörű kis díszek, illetve gyönyörű kis ajándékok lesznek adott esetben, ha valaki ilyen céllal vásárolja meg. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és természetesen várjuk ezeket a vásárokat. Mi is köszönjük a lehetőséget, hogy még jobban be tudtunk mutatkozni.